Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Szeretettel köszöntök mindenkit évközi 29. vasárnapon. A mai vasárnap ünnep számunkra, hiszen ugye már az első lapon olvassuk a Szentírásban, hogy nem jó az embernek egyedül. Hálát adni jöttek ide a jubiláns házaspárok, hogy a jó Isten megáldotta őket, áldásra kísérte életük eddigi napjaig, és kérik továbbra is Isten áldását, hogy a jó Isten kegyelme és ereje legyen továbbra is a családukon és családtagjaikon. És hogy méltón és tiszta lélekkel állhassunk itt az Úr szent szín előtt, szentmisénk elején vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem azért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhez. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Dicsőség a magasságban Istennek. És a földnek jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged.
Könyörögjünk! Minden ható örök Isten, add, hogy mindenkor őszinte szívvel és készséges akarattal szolgáljunk fölségednek, a mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Izaja próféta könyvéből. A próféta azt mondja az eljövendő üdvözítőről, úgy tetszett az Úrnak, hogy összetöri szenvedéssel, ha odaadja életét engesztelő áldozatul. Látni fogja utódait, hosszúra nyúlik élete, és teljesül az általa az Úr akarata. Majd ha véget ér lelkének gyötrelme, látni fogja a világosságot, és megelégedést tölti el. Igaz szolgám sokakat igazzá tesz tudása által, és gonoszságaikat ő hordozza. Ez az Isten igéje. Zsidókhoz írt levélből, testvéreim, mivel olyan kiváló főpapunk van, akit áthatolt az egekbe, Jézus az Isten fia, ezért legyünk álhatatosak a hitvallásban. A mi főpapunk ugyanis nem olyan, hogy nem tudná együtt érezni gyöngeségeinkkel, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan mindent kísértés szenved, a bűntől azonban mentes. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónjához, hogy irgalmunkat találjuk, a kegyelmet kapjunk, amikor segítségre szorulunk. Ez az Isten igéje. Legyen veletek! Evangélium Szent Márk könyvéből, dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben Zebedeus fiai, Jakab és János odamentek Jézushoz, és ezt mondták: Mester, szeretnénk, ha megtennéd nekünk, amit kérünk. Ő megkérdezte: Mit kívántok, mit tegyek nektek? Ezt felelték: Add meg nekünk, hogy egyikünk a jobbodon, másikunk a bal oldaladon üljön a te dicsőségedben. Jézus így válaszolt: Nem tudjátok, mit kértek.
Tudtok-e inni a kehelyből, amelyből én iszom, vagy meg tudtok-e keresztelkedni a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem? Azt felelték, meg tudjuk tenni. Jézus így folytatta, a kehelyből, amelyből én iszom, ti is inni fogtok, s a keresztséggel, amellyel megkeresztelkedtem, ti is megkeresztelkedtek. De hogy a jobb és bal oldalamon kiüljön, azt nem én döntöm el. Az a hely azokat illeti, akiknek készült. Amikor a többi tíz ezt hallotta, megnehezteltek Jakabra és Jánosra. Ezért Jézus odahívta őket magához, és így szólt hozzájuk. Tudjátok, hogy akiket a világ urainak tartanak, azok zsarnokoskodnak a népeken, és vezető embereik éreztetik velük hatalmukat. De közöttetek ez ne így legyen. Ha valaki közületek ki akar tűnni, legyen a szolgátok, és ha valaki közületek első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. Hisz az emberfia nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Krisztusban, kedves testvéreim! Az ember élete olyan, mint egy vándorút, elindul, hajt a cél felé, és hogy néha megáll egy-egy ilyen mérföldkőn, és visszatekint, hogy mi is történt velem ugye az elmúlt úton, és vannak ilyen mérföldkövek az ember életében, amikor nagyon fontos esemény történik, és az egyik ilyen fontos esemény, gondolom önöknél is az volt maga a házasság. Már az első lapokon olvassuk a Szentírásban, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Miután az embert ugye megteremtette Isten, és elhelyezte a paradicsomba, észrevette, hogy valami még hiányzik. És ha megfigyeljük ugye a kisgyermeket is, aki születése után sír, hogyha édesanyja nincsen mellette, sír akkor is, ha valaki nem akar vele foglalkozni, és nem szereti, ha egyedül hagyják, akkor rájövünk mi is a teremtő megállapításának az igazságára, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Ugye később a gyermek játszani akar, társakat keres, mert a játékhoz ugye vannak olyan tervei, amelyeket segítő társakkal tud megvalósítani és eljátszani. És a későbbi életben is mindig társakat keres az embert, mert természeténél fogva társas lény vagyunk. A pszichológusok is azt mondják, hogy a magány az, ami a leggyorsabban tönkreteszi az embert. És ha megfigyeljük, kedves testvéreim, hogy maga az Isten, akiben mi hiszünk, ugye egy Istenben hiszünk, de ugye három személyű Atya, Fiú és Szentlélek, tehát ott is megvan ez a közösség. Mert ugye a szeretet az mindig valaki felé kell, hogy irányuljon. Tehát az a szeretet, amikor én a másik felé irányulok. Tehát az önszeretet, az nem szeretet. Sokszor ugye különböző ünnepekkor ugye ajándékot várunk az ismerősöktől, és szeretnénk, hogyha mi is megfelelő ajándékot kapunk, vagy ha mi ajándékunk örömet okoz az embertársunknak. És mindezek mellett észre kell vennünk azt, hogy a legnagyobb ajándék, amit adhatunk és amit kaphatunk is, az nem más, mint a másik ember személye. Nincs annál szebb, nincs annál jobb ajándék, hiszen ugye bármi tönkre megy, de a másikat ugye szeretjük, hiszen az a társunk vagy családtagunk. Ez a legnagyobb igazi ajándék. És ha a mai világban, ha valami jó, ha valami finom, akkor valami szépet akarunk használni, akkor azt mondjuk, hogy hagyományos. Ugye hagyományos ízek, hagyományos színek és szokások, sőt már most már használjuk arra is, hogy ugye hagyományos, szép család. És ez valamikor természetes volt, nem kellett különbséget tenni. Hiszen minden ember ugye beleszületik egy történelmi időben, egy családban és egy nemzetben, és ez meg fogja határozni az ő életét. 1894-ig ugye mindenki tudta azt, hogy a házasság az a templomba köttetik. Ugye Isten szent szín elő. De voltak olyanok, akiknek az a hagyományos dolog nem tetszett, és bevezették hazánkban a kötelező, ugye a polgári házasságot 1894-ben. Tehát a polgári házasság kötés ugye az nem olyan régi dolog, ugye Isten pedig maga az ember kezdett ekkor, mert ugye
közösségre teremtette. És ugye a polgári házassággal és válással hozzájárult ahhoz, hogy a család a belső gyengülés útjára kerüljön. Önmagának állt az állam, mert alássa a polgárok lelkiismeretét. Ugye maga, amit kötnek ugye a polgári nevezett polgári házasság idézőjelben, ugye az egy szerződés. És mint szerződés, ugye bármelyik szerződés ugye föl lehet bontani, újra kötni ezer egyszer. De a házasság kötés, kedves testvéreim, az, amit önök is ezelőtt ugye 25 meg 50 évvel ezelőtt tette a templomban, hogy az egy szövetségkötés, egy férfi és egy nő, egy örök életen át szóló szeretet közössége. Ugye ebbe különbözik ugye a polgáritól, mert az csak egy szerződés. Három fontos dologra szeretném felhívni a kedves testvérek figyelmét, a hagyományos, ugye jó család és a házasság szempontjából. Ugye az első ugye kapcsolat Istennel, kapcsolat egymás között és kapcsolat a gyermekekkel. Nézzük az elsőt, ugye kapcsolat Istennel. A lakásokban mindenkinek rengeteg háztartási gép van, mindenféle ugye árammal működik, és ugye milyen rossz, amikor egyszer csak elveszik az áramot, semmi nem működik. És valahogy ilyen a kapcsolatunk Istennel is, hogyha nincsen ott a családban maga az Isten szeretete, az Isten kegyelme, akkor észreveszik azt, hogy valami nem működik, nem úgy megy, nem jó az. A házasság egy szentség, ezért a keresztény házasság célja, hogy Isten külön kegyelemben részesíti a házastársakat, erőt ad, kegyelmet ad, és a nehéz percekben is ugye megmaradjanak. 25-50 év és különböző ugye más házasság évfordulósok tudják azt, hogy hát nem csak mindig jó és szép pillanatok vannak az ember életében, bizony vannak nehéz alkalmak is. Hogyan lehet ezen túl lenni? Úgy, hogy imádsággal. És tudva azt, hogy a házasság szentség által, hogy Isten ott van az életünkben, és segít bennünket átmenni a nehézségeken is. Megfigyelhetjük, hogy idősebb házaspároknál, hogy egy szóból vagy egy mozdulatból a másik tudja azt, hogy mit akar mondani, vagy mit akar kérni. Megvan köztük a lelki harmónia, az egymásra való odafigyelés. Nem önzőnként viselkednek, hanem mindegyik azt lesi, hogy hogyan járhat a másik kedvében. Egy történet szerint az unoka nézi a nagypapát, amint éppen az udvaron hasogatja a fát. És azt veszi észre, hogy miután fölvágja a fát, fogja a fejszét, és minden egyes fán végig húzza a fejszét. És megkérdezi az unoka, hogy hát nagypapa, hát miért teszed ezt? Miért kell minden fán végig húzogatni ezt a fejszét? A válasz az volt, hogy hát kedves unokám, tudod jól, hogy a nagymama már nem lát nagyon jól. És látod, hogy ez a fa, ez nagyon szúros és tüskés. Nem akarom, hogy megszúrja véletlenül a kezét, az ujját, és ezért minden egyes fán ugye végighúzom a fejszét, hogy levágjam ezeket a tüskéket. Kedves testvéreim, jó példa erre az, hogy igenis odafigyelünk a másikra. Féltjük őt, óvjuk őt. Nem akarjuk, hogy baja essen. A második kapcsolat, ugye, kapcsolat egymás között. Ugye milyen érdekes a magyar nyelven a feleség szó, ugye valaminek a felem. Ugye vannak ilyen hasonló szavaink, amik ugye a lényegre utalnak, hogy a testvér, közös a testünk és a vérünk, ugye ugyanazok a szülők. És visszatér, hogy a feleség az ugye valaminek a felem. Ugye, mert a másik felét keresi. És a házasságon belül ugye nincsen olyan, hogy én vagy te, hanem az, hogy mi vagyunk. Ugye az egyiknek a férnek a másik fele az asszony, és az asszonynak a másik fele pedig ugye a férfi. És így van az, hogy nem az, hogy én azt akarom, és te azt akarod, hanem az, hogy a keresztény házasságban az van, hogy mi. Mi ezt akarjuk, mi közösen döntünk. Ha ugyan a Szentírás is írja, hogy a férfi feleségével tart, és ketten egy emberré lesznek. És ettől kezdve már nem ketten vannak, hanem ugye egy ember. Ugye ez a mi. Tehát az egy ember vagytok, ahol az anya, ugye a nő és az apa a férfi, ugye ez már Ferenc pápa és a többi pápa is, és áll Istennek, hogy egyre többen is mondogatják, hogy menjünk vissza igazán az isteni teremtett világra, az isteni hagyományos szeretetre, az isteni hagyományos kapcsolatokra.
Hiszen ugye, kedves testvérem, tudjuk azt, hogy vannak öröki érvényű törvények. Ezeket nem lehet sem a divat, sem az eszme, sem politikai felfogás, vagy különböző érzelmek, vagy éppen divat alapján megváltoztatni. Maga a gyilkosság, csak egy példa, az 1 milliárd évvel ezelőtt is bűn volt, most is az, 1 milliárd év múlva, vagy 10 milliárd, vagy 100 milliárd év múlva, és ugye bűn lesz. Ugyanúgy, kedves testvéreim, maga a házasság kötés, ugye, Szentírás alapján egy férfi és egy nő egy életen átszóló szeretet kapcsolata. Ez 1 milliárd év múlva is ugyanez lesz a házasság szentségének a lényege. Tovább folytatva ugye a harmadik kapcsolatot, ugye kapcsolat a gyermekekkel, igazán tudja minden család, hogy ha valamelyik gyerekkel baj van, vagy beteg, az összes vagyonát odaadná, hogy megmentsen. Hiszen számára az igazi kincs, az igazi érték maga a gyermek. Sokszor látni azt, hogy nagyon sok ugye gazdag család különböző állatokat sétáltat, luxus cirkeket megadva a számokra, sokkal többet költenek ezekre az állatokra, mint magára a gyermekekre, mert számukra az az érték. Hál' Istennek, hogy a ti életetekben észrevettétek, hogy mi az igazi kincs, mi az az érték, maga a gyermek, az unoka, dédunoka is sorolhatnánk. Visszatérve ugye a házasság szentségének fontosságára és lényegére, többször papként alkalmam volt, amikor bejöttek a fiatalok bejelenteni, hogy házasságot akarnak kötni. És leültek egy páran, elmagyarázták, hogy hát így meg úgy, mit szeretnének a házasság a templomban, és akkor kimondták ezt a szót, hogy hát ki szeretnénk bírelni a templomot. Nagyon sokszor, kedves testvérem, az a probléma, hogy nem igazán nagyon sok fiatal érti a házasság szentségének a lényegét. A templomi házasság kötés nem egy ilyen szolgáltatás, hogy most megrendelem a fényképész, gyere, fényképez le, ennyit és ennyit fizetünk. Vagy megrendelem a zenészeket, hogy ennyit és ennyit zenéltek számomra, és megadom a megfelelő összeget. A templomi szertartás, a házasság kötés nem egy ilyen szolgáltatás, hanem igazán ez egy szentség fölvételem. És aki ezt megérti, hogy igazán, hogy mi a házasság lényege, akkor ugye az ő házassága is ugye tartós lesz. Nem csak egy divat, egy ünnep a házasság, hanem tudjuk azt, hogy mi történik ott, miért megyünk a templomban. Kérjük Isten segítségét és az ő áldását a mi életünkre. Kedves testvéreim, egy órát szeretni állati dolog. Egy évig szeretni emberi dolog. Egy életen keresztül szeretni angyali dolog. Egy életen keresztül egyet szeretni az isteni dolog. Kedves házasok, jubilánsok, szeressétek továbbra is az Istent, ő legyen legfőbb kincsetek és végső célotok. Ne csak időben, hanem lelkületben is jussatok egyre közelebb hozzá, hogy egykor, mint hűséges szolgáit fogadhasson titeket, és az örök élet boldogságát adhassa jutalmul. Szeressétek továbbra is egymást, uralkodjék köztetek a békesség és az egyetértés. Egymás gyöngét viseljétek kölcsönös türelemmel. Hordozzátok közösen az életterheit, ezekkel is gyűjtsetek magatoknak kincseket. Adjatok hálát az Úrnak minden napért, hiszen minden nap kegyelem és ajándék. És azért is imádkozzatok, hogy Isten örök országában is közösen együtt legyen a család. Amen. Most pedig álljunk föl és valljuk meg hitünket. Hiszek egy Istenben. Hiszek az egy Úrban. Az idő kezdete előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Teremtőnk mi, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett, emberekért, a mi üdvösségünkért. És emberi lett, Poncius Pilátus alatt.
elcsepeszítették, kinn halált szenvedett és eltemették. A napra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe. Ott ült az atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat. Jézus szagának nem lesz vége. Szent lélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a próféták szavával. Katolikus és apostoli anya Szent Egyháza, várom az egy kerességet, a bűnök bocsánat. Kérjük testvéreim a mennyei atyát, aki minden közösség atya, hallgassa meg imáinkat, a jubiláló házaspárokért és minden családért. Áradjon ki a szent áldozat ereje a jubiláló házaspárokra, valamint az összes házasságban élő testvéreinkre, és szítsa fel bennünk a házasság szentségi kegyelmét. Kérünk téged, hallgass meg minket! Adjunk nekik és minden keresztény családnak hitet, hűséget és szeretetet, hogy mindig békességben éljenek. Kérünk téged, hallgass meg minket! Adjunk, hogy házastársak esküjükhöz híven hűségesek legyenek a sírig. Kérünk téged, hallgass meg minket! Adjunk, hogy az idősebbek szóval és jó példával neveljék a fiatalokat Isten szeretetére. Kérünk téged, hallgass meg minket! Urunk Jézus Krisztus, családok oltalmazója, áld meg a jubiláló házaspárokat, akik most eljöttek templomodba hálát adni, és add, hogy mind halálig hűségesek maradjanak esküjükhöz, egymáshoz, szülői és hitvestársi hivatásukhoz, kénsz és uralkodol mindörökkön örökké. Imádkozzatok testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk, Urunk Istenünk, add, hogy ajándékaidat készséges szolgálattal hozzuk elé, kegyelmet segítségével, tisztítson meg minket ez az áldozat, amelyet bemutatunk neked, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! Mert
mert valóban méltó és igazságos, élő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, mert úgy szeretted a világot, érgalmas Istenünk, hogy olyan megváltott költél nékünk, ki akaratod szerint hozzánk hasonlóan élt a földön, de minden bűn nélkül. Az ő engedelmessége miatt kaptuk vissza tőled, amit elvesztettünk az engedetlenség bűne által, hogy azt szerethess bennünk, amit fiadban kedveltél. És ezért mi is minden angyallal és szenttel együtt, Urunknak vallunk téged, és újongva szengjünk. Valóban szent vagy és dicséretre méltó ember szerető Istenünk, mert életünk útjain velünk vagy mindig. Valóban áldott a te szent fiad, aki jelen van közöttünk. Szeretete egybegyűjt minket, magyarázza a szentírás és megtörje a kenyeret, mint egykor az Emmauszi tanítványoknak. Irgalmas Atyán, kérünk tehát téged, küldd el szent lelkedet, hogy ezt a kenyeret és bort megszentelje, hogy legyenek számunkra mi Urunk Jézus Krisztus, testem és vérem. Ő ugyanis a kínszenvedés előtti estén, az utolsó vacsora éjszakáján kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adaténk. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a borral telt kelyhet, hálát adott neked, majd a tanítványainak adtam, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. És itt elvalljuk föl támadásodat, amíg el nem jössz. Megemlékezünk tehát szent atyán Krisztusról, a te fiadról, a mi üdvözítőnkről, akit a szenvedés, a kereszt halál s a feltámadás által vezettél el a dicsőségbe, és jobbodra ültettél. Hirdetjük szereteted művét, amíg fiad el nem jön, és felajánljuk neked az élet kenyerét s az áldás kenyét. Kérünk, nézz egyházad áldozatára, amelyben Krisztus nekünk adott húsvéti áldozatát bemutatjuk neked. És attól szereteted lelkinek ereje által, mi akik fiad testét és vérét magunkhoz vesszük, most is az örök kivalóság napján az ő tagjai közé számíthassunk. Te tökéletessé, Urunk, egyházadat a hitben és a szeretetben, egységben Ferenc pápánkkal, Palázs érsekünkkel, minden püspökkel, pappal és diakónussal, valamint egész megváltott népeddel. Nyisd meg szemünket, hogy felismerjük testvéreink szükségét. Indíts minket szavakkal és tettekkel, hogy támaszra legyünk a megfáradtaknak, a terhek alatt görnyedőknek, ad, hogy őszintén szolgáljuk őket, Krisztus példáját és parancsát követve,
tedd egyházadat az igazság, a szabadság, az igazságosság és a béke otthonává, hogy új reményt ébresszen minden emberben. Emlékezzél meg, Úrunk, testvéreinkről, akik Krisztus békében hunytak el, és minden megholtról, akinek hitét egyedül csak Te ismerted. Bocsáss be őket arcod fényének örömébe, s a föltámadáskor add meg nekik az élet teljességét. Ha pedig majd a mi útunk véget ér, védj fel minket is a Te országodba, hogy ott mindig veled éljünk együtt a boldogságos Szűz Máriával, az apostolokkal, vértanokkal és minden szenteddel. Add, hogy velük közösségben Téged dicsérjünk és magasztaljunk, Jézus Krisztus, a Te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a Téd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Üdvözítünk parancsáram, és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttént. Jézus Krisztus, Te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek, ne vétkeinket nézzet, hanem egy házat hitén, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki esz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a gyermekedben. Engesztelődjetek így szépül egymással. Legyen békesség köztetek. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj,
hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Corpus et sanguis Christi custodii et nostra vita eterna. Thank you.
Könyörögjünk! Kérünk, Urunk Istenünk, gazdagíts bennünket menny ajándékod gyakori vételével, hogy a mulandó javak segítsenek, s az örök javak pedig tökéletesítsenek minket. Krisztus, a mi Urunk által. Foglaljunk helyet. Hirdetem a kedves testvéreknek, jövő héten a szentmisék a szokásos időpontban lesznek. Kedden kapisztán Szent János emléknapja, pénteken pedig Szent Mor püspök emléknapja. Október 26-án, tehát szombaton a plébánia kert rendbetétele lesz. Kérjük a kedves híveket, aki tud, jöjjön segíteni. Szerszámokat is hozzanak magukkal, gerebje, kapa és metsző, olló. A munka végeztével egy bográcsos ebédre is várjuk azokat, akik ezen munkákban segítenek. Reggel 9 órára a plébánia udvarba várjuk azokat, akik segíteni tudnak. Aki tud, persze süteményt is hozhat, azt nem utasítjuk vissza, azt mindig szeretjük. Jövő szombatról vasárnap hajnalban lesz ugye az ugra átállítás. Ügyeljünk erre, hogy időben ugye elérjünk a szentmisére. Tehát szombatról vasárnapra lesz az óra átállítás, és ezek után lesz majd csak ugye a délutáni szentmise 6-ról 5 órára téve. Minden szentek ünnepén, ugye november 1-én, pénteken, 10 órakor itt a templomban az érsek atya ugye beiktat engem, mint plébánost és a keceli esperesköröt esperesévé. Ugye minden egyes ilyen helyezés után az érsek egy ilyen ünnepies alkalommal beiktatja a papot, tehát erre az ünnepi alkalomra november 1-én 10 órára várom a kedves híveket a szentmisére. Ezen a napon nem lesz szentmise Újfaluban, tehát ezen a pénteki napon csak itt lesz szentmise a templomban, itt a beltériben. A sírszentelések november 2-án halottak napján szombaton lesz, az időpontot már ki fogjuk függeszteni temetőre, hogy délelőtt is, délután is lesz alkalom, aki szeretné a sírját, ugye az elhunyt szeretnének sírját megszentelni. Kérjük a kedves híveket, hogy a temetőben lejárt sírhelyeket ugye váltsák meg. Mai vasárnap a missziók javára gyűjtöttünk a templomainkban. Az ünnepélyes áldás előtt a gyerekek is készültek egy kis műsorral, mert kedveskedni akarnak a jubiláns házas pároknak, úgyhogy hallgassuk meg és figyeljük az ő műsorukra. Aranyezüst lakodalmas, párok, kedves családok, jó az Isten is irgalmas, hozzászálljon imátok. Ő bizonnyal mind magadja, amit kér ma szívetek, sóhajotokat is hallja, csak hit legyen bennetek. 25, 50, 60, 65 esztendő élúton együtt, íme a mai napon csak ezt ünnepeljük. Ennyi esztendő derűvel, borúval, családi örömmel, életgonddal, búval. A sok esztendő együttes munkában, amelynek én már csak gyümölcseit láttam. Ennyi esztendő, melyet két szív éltet, friss életrügyeknek megadva a létet. A sok esztendő százezerszer áldott, adj érte Istenem nagy-nagy boldogságot. Még sok örömteli, nyugalmas jó évet, és egykor az égben örök dicsőséget. Áld meg földi égi jókkal őket és családjukat, hadd hirdessék hálaszóval, hogy betöltöd vágyukat. Családjuk testét boldogsággal töltöd el, szent fiad, titkuk szent fiad, titkuk léptén, szent fiad lebenti fel. Szent családnak édesanyja, boldog asszony Mária, égezüstje színaranya, földünk legszebb csillaga. Arany ezüst mennyegzősök, szívét vett kezedbe ma, hadd legyenek szentek hősök, bút ne érjenek soha. Uram, segíts nekik, hogy mindig emlékezzenek arra a napra, amikor megismerkedtek és megszerették egymást.
Segíts mindig meglátni jót a társban, és segíts, hogy közösen tudják megoldani gondjaikat. Segíts, hogy kibírják mondani egymás iránti érzéseiket, és segíts, hogy tudjanak bocsánatot kérni egymástól. Uram, kezedbe adjuk a házasságot. Amen. Köszönjük szépen a kis műsort a gyerekeknek. Most pedig megkérem a jubiláns házas párokat, hogy álljanak föl. Kedves ünneplő házasok, több esztendeje, 25 és 50 év esztendeje, hogy Isten és az Anyaszentegyház színe előtt örök hűséget esküdtetek egymásnak. A házas élet sok kegyelmének betetőzése ez a mai ünnep. Szívetek tele van hálával Isten iránt. Az elmúlt évek sok öröme az ő ajándéka volt, de ő állt mellettetek a szenvedésben is. A hűséghez ő adta az erőt. Gyermekekkel, unokákkal, dédunokákkal áldott meg titeket. Szeressétek továbbra is az Istent. Ő legyen legfőbb kincsetek és végső célotok. Ne csak időben, hanem lelkületben is jussatok egyre közelebb hozzá, hogy egykor, mint hűséges szolgáit fogadhasson titeket, s az örök élet boldogságát adhassa jutalmul. Szeressétek továbbra is egymást, uralkodjék köztetek békesség és egyetértés. Egymás gyöngét viseljétek kölcsönös türelemmel. Hordozzátok közösen az élet terheit. Ezekkel is gyűjtsetek magatoknak kincseket, melyeket a moly meg nem rág, s a rozsda meg nem emészt. Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, te megajándékoztad szolgáidat a munkás élet s a szép öregség kegyelmével, add, hogy mindig a jóra törekedjenek, csak benned bízzanak, az őket egybefonó szeretetet megőrizzék, és a földi élet után az örök életre eljussanak, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Most pedig a kedves testvéreknek, a jubiláló házaspároknak kiosztjuk az emléklapot, meg ugye a gyertyát is, az ezüst meg az arany gyertyát, és a feleségeknek pedig egy szép virágot is ajándékban. Kérem a továbbra is az Isten áldását a ti életetekre, és ne felejtsétek el azt, hogy Isten mindig vár a templomában, mindig vár, hogy eljöjjetek hozzá, hálát adni és kérni az ő segítségét. Akkor először ilyenek a 25 éves házasok. Thank you.
Mindenkinek további szép vasárnapot kívánok, szép ünneplést együtt a családdal, a jubilánsoknak. Álljunk föl és fogadjuk az áldást. Az Úr legyen veletek! Áldjon, őrizzen és védelmezzen titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hála.